Hát akkor újra itt vagyunk. A mikrofonnal voltak egy kis problémák, úgyhogy az előző kis szösszenet, amikor elkezdtem a játékot, az sajnos ment a levesbe, de illetve nem ment a levesbe, hanem mindaz, amit már korábban a játékról elmondtam, sajnos nem hallottátok. Akkor gyorsan összefoglalva a Myst, és köd nevezetű játék, egy survival game. Crafting-gal, illetve ugye, zombikkal, illetve NPC-kkel, single player, sajnos co-op még nincsen benne, pedig én azt gondolom, hogy simán elbírná. Reméljük a jövőben lesz benne, ugyanis még early access a játék. Úgyhogy nézzünk benne. Hát, a történet igazából annyi, ami a legelején is olvashattátok talán, hogy pár évvel ezelőtt egy furcsa köd ereszkedett a világra, aminek folyamán rengetegen megfertőzöttek valami furcsasággal, és azáltal ugye ilyen zombiszerű lények, illetve szörnyek lettek. Nagyon kevesek immunisak erre. Valaki nagyon örök. Szóval, nagyon kevesen immunisak erre a ködszerűségre. Köztük van kedves hősök is, aki viszont egy nagyjából 3 évig túlélt, többi társával együtt, viszont egy éjszaka valami furcsa lény, amit korábban nem láttak, megtámadta a táborokat, és hát egy pár nappal később indul maga a történetünk. Hát a vadvilágban eddig medvével lehetett találkozni, amivel nem tudottam jó, de azt mondom, hogy aki nincsen megfelelően felfegyverkezve, az messziről kerülje el a medvéket, ugyanis instant halál. Hát itt a bizikorakban lehet készíteni pajzsot, amit a left hand két gyorsbőletjűjére lehet tenni. Ez nagyban segíthet a védekezésben, akár a medvék, akár a zombikkal szemben, úgyhogy ez nagyon fontos. A zombik elég erősek, tehát érdemesebb akkor úgymond konfrontálódni velük, amikor már van valamilyen fegyverre az embernek. Én próbáltam puszta kézzel lököllel, hát nem igazán sikerült. A hátulütője annak, amikor az ember meghal, hogy mindenét elveszti. Tehát nem csak az inventoriában lévő dolgokat, hanem amikor beköltözött egy házba, amit elfoglalt a saját pénzének, a játék gyakorlatilag az NPC-k által kirédelteti, amik ugye vannak a játékban. Tehát vannak banditek, akikkel vigyázni kell, őket meg lehet természetesen, meg lehet próbálni őket is kirédelni, viszont ugye sokan vannak felfegyverkezve, így nagyon kell, nagyon óvatosnak kell lenni. Tehát vannak NPC-k, akik fogva vannak tartva, és ha kiszabadítjuk őket, akkor természetesen nekünk fognak segítkezni. Ez a köd random száll le szinte minden nap, más időpontban. Ilyenkor a környékre nagyobb számban jönnek elő ezek a zombik, amik viszont ugye meghalnak, hogyha fény éri őket. Úgyhogy én azt gondolom, persze, hogy természetesen már jobban benne van a survival game-ekben, az mehet kalandozni ilyenkor is, csak hát összetesen már a felelősséget is. Én az első pár napban jobban szeretem kivárni, amíg meg nem ismerem jobban
a környéket, és hogy mennyire erősek, mik a gyengéik ezeknek a zombiknak. Így magát az éjszakát is inkább kivárom a vízemen, illetve magát a ködöt is megvárom, amíg felszáll. Jelenleg 1 óra van a játékban. Körülbelül 11:30 volt a játékban, amikor leszállt a köd. Reméljük, hogy lassan. Szépen lassan felszáll a köd. Úgy tűnik, mintha tisztább lenne a kép. Nézzük csak. Ez. Tactical Gloves. Protection. Very good. Very bad hands. Valahol van egy csere. Csinálunk kell egy csavarhúzót. És szükségünk lesz még egy elemre. Hogy látom. Ehhez pedig... bizonyára. Miért kell majd akkor tölteni. Újra hallom a madarak csicsergését. Ezt jó, ha megveszem. Semmi. Ez furcsa, remélem megint kötössödne. Elég ez nagyon ritka, így más után kétszer. Ezt már nem tudjuk felvenni sajnos. Hopp csak. Ezt szépen megvesszük. Így. Már is van helyünk.
Igen, még mindig így hol bármit. Ködös. Itt itt van jött. De. Jó. Na nézzük. A folyamatra a brácsot kell szerezni. Igen, és sok-sok fára lesz most szükség. Akkor viszont nekünk ki kell venni. És egy kicsit lovagdalkozni kell. Kicsit érdekes a building system, de hát ez legyen a nagyobb probléma. Jelent megy a legkisebb. Mint látjátok, hol is mesteredik. Mert az első legesebbre szükségünk lesz az összes többi közül. Főleg a szöveg szempontjából. Scroll dive-vel. Sleeping. Hát. Madártóra lenne még nagyon szükségünk. Ez kétségtelen. Egy, akkor készítsünk fajrútot. Este fél nyolc, elkezdtek csiripelni a botok, ami azt jelenti, hogy bizony éjtaka van. Thank you.
Egyelőre meg annyira nem fázunk, úgyhogy még nem gyújtunk le. Viszont és raktuk. Amint szükség lesz rá, accelerantként és a starter. És akkor itt lesz, így 100%-osan meg tudja gyújtani. Egy. Kraftolás megvan. És lent tűz. Kármosan megjöttem. Ja, hát ez most kialudt. Hurrá! Megírtuk a reggelt. Hát, ez a, ez a, ez a.
Igen, egy sajnos labesték. De szerencsére nem jöttek be. Akkor mentsük el a rekkát. Na hát, végre egy kis lukba lőni. És van? Éjszakánként lehet, hogy ide kéne feljönni, viszont az egy ajtót kell majd kraftolnom. Hoppá, let's go. Jöhet. Érdemes óvatosnak lenni. Igen, beleszokott a levegőbe a macitesú, és megindult felénk. Még hát csak nem is rohanvást. Igen, a macik, ha vigyáznak el. Elég hamar leveszik az arcunkat. Összesen nem szokott jönnök. Ilyen helyeken ritkán szokott bármiféle út is lenni.
világ vége. Csak egy Black Friday. Vagyis akkor járjuk, hogy lockdown lesz, és én üzlet így fog kinézni. Vagy ezt már tapasztalatban tudjuk. És remélem, hogy ott nincs sem mackó. Igen, amikor mackó testvérem a közelben. Ilyenkor nem a legjobb. Ilyesmit tartani a keret. Én csak a kevésbé látom, de... Ha, hát eszemben, ahogy látom. Ez a csúszó baj. Túl nagyon drága. De, akkor is. Ügyesen, de megoldjuk. Szuper. Viszont nem tudom eldönteni, hogy meg kötereszkedik. Vagy csak a reggeli pár.
fickó. Milyen a kedves, milyen kedves a játéktól, hogy jelzi azokat a szobákat, ahol lehet lenni. Oh.